Így néz majd ki a Berek Szíve üdülő központ vásárosna Mény Gergely Jugornyán. A Tiszaparti létesítmény célja, hogy a kajakkenu sport hódolóinak egy lapátos pihenőhelyet hozzanak létre. Erre közel 70 millió forintos GINOP forrás nyert a város, a tervek szerint pedig nyár végére be is fejeződik a beruházás. A város kitörési pontja a turizmus, ezért egy másik fejlesztést is elindítottak. Egy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal közös beruházásra 161 millió forintos topos támogatást nyertek. Ennek köszönhetően ebből az épületből a látványtervek szerint egy ilyen turisztikai központ jön létre a Tisza partján. Egy kicsikét stílusváltást szeretnénk elérni Gergely-Jugornyán. Az előző projekthez kapcsolódóan visszaédesgetni magunkhoz a Tisza szerelmeseit. Épp ezért ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre kerül sor. Szeretnénk megvásárolni egy éttermet, amelyben nem konkurenciát teremtenénk a lenti vállalkozóinak, hanem az ő tevékenységüket kiegészítve egy információs ponttal, free wifi-vel, kerékpár kölcsönzéssel, kajakkenu kölcsönzéssel, normális zuhanyzási, mosakodási lehetőséggel ellátott kis épületet hoznánk létre. A településen a vendégészakák száma közel 15 ezer, hétvégi napokon akár 5-6 ezer fiatal is megfordul a Tiszaparton. A jövőben további támogatásokra pályáznak majd rendezvények, illetve koncertek szervezésére. Nemrégiben díjat is nyert vásárosnamény a marketing teljesítményéért. A Magyar Marketing Szövetség különböző témákban írja ki minden évben a városmarketing pályázatokat. A városunk 8 pályázatot adott be, és 6 pályázatával nyert. Emellett pedig elnyerte a városmarketing nagykövete kitüntető címet. Többek között elismerték a település zoárd napi rendezvényét, az adventi adománygyűjtést, de arculattervezés kategóriában is kitüntették vásárosnaményt.